Sziasztok, szeretettel köszöntelek titeket! Van egy olyan aktuális életesemény, ami most történt velem is, ami nagyon elgondolkodtatott bizonyos kérdésekről. Leginkább azzal kapcsolatban, hogy mik azok a dolgok, amikhez nagyon ragaszkodunk, hogy miért ragaszkodunk azokhoz, miért gondoljuk, hogy azok annyira fontosak a számunkra, és hogy ha bizonyos események bekövetkeznek, azok meg arra késztetnek minket, hogy ezeket felülvizsgáljuk. Most nem akarom itt nagyon körülírni, amiről beszélek, aki követett Facebookon talán tudja, hogy föltörték az oldalamat, tehát nem tudok hozzáférni a saját magam által fölépített, 7 év alatt kialakított kis területemhez, ehhez a közösséghez, ahol nagyon sokan összegyűltünk, hogy bizonyos gondolatokról eszmét cseréljünk. És hát az első pillanatban ez nagyon rosszul esett, nagyon megütött így ez az érzés, hogy valami, amit létrehoztam, sok év alatt fölépítettem, az egy ilyen kellemetlen eseménynek köszönhetően egyik pillanatra a másikra nem az enyém, már nem tudok hozzáférni, nem tudom irányítani, hogy ott mik zajlanak, milyen posztok kerülnek ki. Tehát, hogy felmerül az esélye, hogy ezt talán el kell engedni, és ha akarom egy új oldalt létrehozni. De most nem is ez az apropó a lényeg, talán, mert ezen valahogyan túl leszünk, nem ezek az élet nagy drámái őszintén szólva, hanem inkább az, hogy milyen érzelmi folyamatok mennek végig az emberen, hogy miket gondol át ilyenkor. És ugye az egyik, ami eszembe jutott, hogy egy csomó olyan tartalom, tevékenység, szokás tölti ki az életünket, amik, hogyha ott vannak, akkor teljesen természetszerűek, hogy azok ott léteznek, hogy azokkal dolgunk van, hogy azok fontos szerepet játszanak. Ha hirtelen ez valamiért kiesik, akkor mindig ugye valamit a helyükbe kell tenni. Most más kérdés, hogy ez azért nem olyan nagy időmet kötötte le ez a terület. Nyilván valakinek rengeteg óráját foglalja le, akár naponta, hogy az online térben legyen. Ott mindig izgalmas szokott lenni, hogy ennek a helyébe mit tegyen, tehát ha nem ott lenne, nem online lenne, akkor mit csinálna offline például az életében, az életével. Nekem ebből a szempontból inkább az egy ilyen izgalmas dolog, hogy azt néztem meg, hogy az ember egy ilyen esetben mennyire fókuszál arra, hogy mit veszített, és mennyire tud arra odafigyelni, hogy mondjuk merre tovább. Én azt gondolom, hogy az emberek legnagyobb részét mélyen megérinti az, hogyha valamiért rosszul jár egy helyzetben. Ugye mi az, amiben rosszul járunk, amit nem tudunk megkapni, amit elveszítünk egy adott helyzetben, és nagyon nehezen teszik ezen túl magukat, nehezen tudnak emiatt a jövő felé tekinteni, vagy arra koncentrálni, hogy itt és most mit tegyenek, mit éljenek meg, illetve hogy merre haladjanak tovább, mert azon szomorkodnak csak, hogy mi minden veszett el. Tehát ez is egy jó példa, azt megnézni, hogy ez így, ahogy volt, elveszett, 7 év munkája, azt is meg lehet nézni, hogy talán a teljes munka nem veszett el, lehet, hogy töredék annyi követővel lehet ezt újrakezdeni vagy folytatni, lehet, hogy soha nem lesz ugyanannyi, mint ami volt, de tulajdonképpen mondjuk nyerünk vele például egy olyan tapasztalatot, hogy azért nyilván nem erről szól az élet, nem ezek az élet legfontosabb dolgai, mondjuk ehhez nem kell sokáig gondolkodni. A másik része meg az, hogy egyébként a veszteség az valóban vesztesége, hogy mit nyertünk azzal, hogyha több-több volt. Ugye itt nagyon sokszor gondolkodunk ma már számokban, és ez az online példa, ez azt gondolom jó erre, hiszen nagyon sokszor számokhoz kötjük azt, hogy valami értékes vagy jó, azt gondoljuk, hogy mindig a több a jobb, pedig nem feltétlen. Lehet, hogy egy szűkebb közösség sokkal tartalmasabb és értékesebb tud lenni, mint mondjuk egy sokkal nagyobb követőszámú közösség. Tehát ettől a megrögzött szemléletmódtól is el lehet távolodni ilyen szempontból. De ami ezt a videót ihlette, azt mondom, ilyen apropóra épült, de tulajdonképpen amit szeretnék nektek mondani, hogy azon elgondolkodni, hogy mennyire van meg bennetek ez az egyébként teljesen megfigyelhető jelenség, hogyha valamiben sokat raktatok bele, attól nehezen tudtok megválni. Ugye ez egy olyan folyamat, amit sokat vizsgáltak már egyébként a pszichológiában, hogyha az ember sokat pakolt bele valamibe, akkor egyszerűen nem érzi jól az egyensúlyt, hogyha nem kap belőle eleget, tehát ha sokat raktam valamibe, akkor nem akarok belőle kiszállni, mert akkor vesztesnek élném meg magam. A legérdekesebb példák erre nyilván azok az emberi kapcsolatok,
ahol valaki azt érzi, hogy például már olyan régen kitartott, vagy olyan dolgokba hajtotta bele a fejét, már annyit rakott bele, annyi munkát egy kapcsolatba, hogy azért nem tudja elengedni, mert már túl nagy a ráfordításnak a mértéke. Egy kicsit olyan, mint egy ház, amit sokszor felújít valaki, vagy egy autó, amit állandóan javítgatni kell, de már annyit költött rá, hogy már többszörösébe kerül, mint amennyit érne valójában. Gondolkodjatok-e, milyen szimbolikus, nem? Ez a mondat, amikor valaki azt mondja, hogy már többször annyi pénzembe, időmbe, ráfordításomba kerül valami, mint amennyit valójában ér. És hogyha ezt így átvisszük a tárgyakról, az emberi kapcsolatok területére, azért ez milyen elgondolkodtató. Ugye sokan írtok abban a kapcsolatban, hogy döbbenetesen sok az elhidegült kapcsolat, vagy a kifejezetten rossz bántalmazó kapcsolat, amiben élnek az emberek, és ezt ott is gyakran meg tudjuk figyelni, hogy tulajdonképpen, ha valaki úgy érzi, hogy már annyit belepakolt valamibe, egy kapcsolatban annyira sok energiája, vagy éve van abban a kapcsolatban, akkor nehezen válik meg tőle, még akkor is, hogyha az itt és mostban már nagyon régóta érzi, hogy többször annyiba kerül ez, mint esetleg amennyit valójában ér. Úgyhogy ebből az apropóból kiindulva, ami mondom, messze nem éri el a nagy tragédiák szintjét, ami így velem történt, de valahogy erre jutottam, hogy érdemes erre néha ránézni, hogy mi az a dolog az életünkben, amire nagyon sokat fordítunk, nagyon sok időt, vagy nagyon sok érzelmet teszünk bele, nagyon sok energiánkba kerül, és talán már nem is biztos, hogy megéri igazából, hogy nincsenek talán akkora jelentősége, vagy nem hoz annyit az életünkbe, mint amennyit ebbe bele kéne tennünk, vagy rá kellene fordítanunk. Úgyhogy, ha más nem, akkor ezen érdemes elgondolkodnatok, hogy nem azért ragaszkodtok-e, és kapaszkodtok valamiben, mert már túl sokba került. Lehet, hogy ez önmagában nem elég ok arra, hogy abba beleragadjatok. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, szép napot kívánok, sziasztok!